Sziasztok, Anzsi vagyok! Ma megsütöm a videómban azt, amit körülbelül minden ember szeret, a vaníliás kifliket. Erről a vaníliás kifliről azt kell tudni, hogy kezdők is nyugodtan, bátran kezdjenek hozzá, süssék meg, mert ilyen elronthatatlan sütemény. Amit még érdemes róla tudni, hogy a tésztája fagyasztható, a tésztája eláll a hűtőben is, akár több napig is, és hogyha kisütöttük, akkor egy lezárt dobozban, akár egy hónapig is tarthatjuk, semmi baja nem lesz. Nézzük is azt a 6 hozzávalót, amire szükségünk lesz. Ami kell lenni fog a hókiflihez, az 50 deka liszt, 10 deka zsír és 10 deka vaj, 10 deka porcukor, egy csomag vaníliás cukor, amit már belekevertem a sima cukorba, egy tojás, egy csomag sütőpor, és körülbelül 1,5 deciliter tejföl. Ez majd attól függ, hogy a liszt mennyit fog felvenni. Na lássuk is az elkészítést. A cukrot és a sütőport először is összekeverjük a liszttel. Aztán elmorzsoljuk benne a zsírt és a margarint. Amikor megvagyunk az elmorzsolással, jöhet bele a tojás. Jól összekeverjük, és majd csak utána tesszük bele a tejfölt, hogy lássuk, hogy mennyit fog felvenni. Na, most látszik azért, hogy ez még elég morzsalékos, úgyhogy teszek bele 2 evőkanál tejfölt. Ez még nem áll össze teljesen, úgyhogy ehhez adok még egy evőkanállal. És remélhetőleg ez már így elég lesz neki. Most már ez szépen egyben van. Kiveszem a nyújtódeszkára. Ezt teljesen összegyúrom 2 kézzel, hogy egy nemű tésztát kapjunk. Közben mindent összeszedek, amit időközben elhagytam. Amikor itt szépen egyben van, ilyen elég puha tésztát kaptunk, de amúgy nem ragad. Akkor egy picit, én fél órát szoktam még pihentetni ezt így, ahogy van, és fél óra múlva elkezdem őket szépen kidolgozni, a kis kifliket. Most, hogy így szépen megpihent, egy sütőpapírra bélelt tepsit teszünk mellé. A sütőt beindítjuk 170 fokon. Úgy lesz a legegyszerűbb, hogyha először elfelezzük a tésztát. Megint elfelezzük. És ebből most egy rudat fogok nyújtani. És ebből megpróbálok egyforma darabokat levágni. És most csak a 2 kezem között így megsodrom szépen, és kiflire hajtogatom őket. És ezt addig csinálom, amíg el nem fogy a tésztán. Hogyha ez megvan, akkor mehet be a sütőbe körülbelül egy ilyen 20 és 30 perc között. Kisültek a kiflik, nekem 20 perc kellett a teljes süléshez. Mint ahogy láthatjátok, azért elég jól meg kell formázni a kifliket, mert nem akkor kiegyenesednek, de nem baj, ettől még finom lesz. Na, én itt a végén egy kis fahéjas, vaníliás porcukorral fogom őket megszórni. Ezek már nekem kihűltek, úgyhogy én már ezt megszórhatom. És ha megszórtuk őket, akkor készen állnak a tálalásra. Készen is lennék az ünnepi hókiflikkel. Most már ugye csak a szokásos dolog, hogy meg kell kóstolni. Jó omlós, és nagyon-nagyon finom, tényleg. Ez igazi ropogtatni való, rágcsálni való egy téli estére. Egy jó kis forró csokival, vagy karamellás tejjel, vagy csak egy szimpla meleg tejjel kiváló nyalánkság. Elfelejtettem azt megjegyezni az elején, hogy
Amikor készen vagytok az összegyúrással, akkor nyugodtan kóstoljátok meg a tésztáját, hogy milyen ízű, és hogyha nektek szükséges még bele cukor, akkor nyugodtan adjatok hozzá még cukrot. Én nem nagyon szeretem édesen, és még a külsejét is megszórjuk ugye cukorral, úgyhogy ez tőletek függ teljesen. Egyébként fel is díszíthetjük, ha szeretnénk, csoki mázba márthatjuk, vagy csokit így végig csurgathatunk rajta, az is nagyon jól néz neki. Ez teljesen tőletek függ most már, hogy hogyan fogjátok feldíszíteni. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem, remélem tetszett a videóm, ha igen, akkor lájkoljátok, és ne felejtsetek el feliratkozni sem. Továbbra is megtalálhatjátok a karácsonyi lejátszás listámat ide kattintva. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!